Hagyomány kontra folyamatos megújulás. Egyáltalán kell-e választanunk? Kiderül a májusi Úton magazinunkból. Indulunk! Ahhoz, hogy milyen úton indulunk el, nem választás kérdése. Sokkal fontosabb tényező az, hogy milyen lehetőségek rejlenek bennünk. Hogy a jó irányt megtaláljuk, ahhoz viszont nagyon fontos az önismeret. Mennyire döntés kérdése, hogy az ember hagyományos utat választja, vagy a folyton megújulóra lép? Én nem hiszem, hogy ez döntés kérdése lenne. Én azt gondolom, hogy mindannyian mások vagyunk, más háttérrel, más értékrenddel, és a döntéseinket az értékrendünk alapján hozzuk meg. Ha így értjük a döntést, akkor döntés kérdése, hiszen értékrendeket követünk, de nem biztos, hogy ez egy tudatos döntés, sokkal inkább érzésekről beszélünk. És hogyha most a hagyományos útról beszélünk, és azt mondjuk, hogy a családi értékeket tekintjük a hagyományos útnak, vagy a hagyományos nemi szerepeket, hogy férfi, nő, apa, anya, akkor én azt mondom, hogy van, akinél ez az értékrend az erősebb, akár azért, mert hogy a társadalmi nyomás ebbe az irányba viszi az embereket, de ugyanilyen erős értékrend lehet az is, hogyha a munkájában definiálja magát az ember. Tehát, hogy attól érzi magát boldognak, attól tud büszke lenni saját magára, hogy a munkájában sikeres. És nézzük akkor a másik oldalt, hogyha család, van, aki gyerekkorától kezdve, nőként mondom ezt, van, aki gyerekkorától kezdve arra készül, hogy ő anya lesz valamikor, és számára az anya szerep adja a boldogságot. Itt nincsen jó meg rossz. Itt szerintem az elfogadás a lényeg. Tehát az a lényeg, hogy ő mitől tud boldog lenni, ő mitől tudja úgy érezni, hogy teljes az élete. Hogyha ez a szakmája, akkor a szakmájában legyen sikeres, hogyha ez egy családi szerep, akkor sokkal inkább a családi szerepébe teljesedjen ki. Én azt gondolom, ez a lényeg. Ugye beszéltünk az elfogadásról, de ugye itt saját magunk elfogadása a kulcs, illetve talán az is, hogy mennyire ismerjük saját magunkat. Ez így van, ez így van. Muszáj, hogy ismerjem magam, muszáj, hogy tudjam, hogy mi az, ami engem boldoggá tesz, ahhoz, hogy olyan utat tudjak választani, hogy olyan irányba tudjak elmenni, hogy elérjem ezt a boldogságot. Gondolom, hogy az sem mindegy, hogy az ember milyen párt választ, hiszen egy életben gondolkodunk, aki elkísér egy életen át, vagy legalábbis ez a terv. Van ez a régi mondás, hogy az ellentétek vonzák egymást. Egyébként ez valóban, hiszen érdekesnek találjuk a velünk ellentétes embernek a működését, érdekesnek, izgalmasnak találhatjuk. De tulajdonképpen, hogyha jól megnézzük, akkor választani viszont hasonlót választunk. Ezt nem feltétlenül, úgy szokták mondani, hogy a nők a apukájukhoz hasonló párt fognak választani maguknak, míg a fiúk valahol az édesanyjuk mintáját keresik egy párkapcsolatban. Tehát mondhatjuk, hogy az ellentétek vonzák egymást, de a hasonló értékrendek vonzák egymást leginkább. Tehát hasonlót keresünk, hogyha maradjunk ennél a példánál, hogyha számomra a család a legfontosabb érték, és én mondjuk családanyaként szeretnék kiteljesedni, akkor olyan párt kell találnom magam mellé, aki számára szintén ez az érték a legfontosabb. Mert egyébként elmegyünk majd egymás mellett. És hát nyilván nagyon egyszerű lenne, hogyha ezt így meg tudnánk mondani, és hogy egyébként így választanánk, de hát ez sokszor nem így van. Sokszor olyan párok kerülnek egymás mellé, és kötik össze az életüket, akik aztán majd elmennek egymás mellett. És akkor ebből van ez a rengeteg válás akár. Szerintem is az a lényeg, hogy közös céloknak kell lenni. Tehát egy párkapcsolat, de bármilyen kapcsolat egyébként akkor tud jól működni, hogyha van közös cél, meg vannak közös értékek. Ha ez megvan, akkor együtt fogunk fejlődni, együtt fogunk tovább menni az úton. Ha ez nincs meg, akkor ott mindig döccenők lesznek. Ha az egyik ember számára az okoz boldogságot, hogy a karrierjében teljesedjen ki, és választ magának egy olyan párt, aki a családban látja a kiteljesedést, akkor ők közöttük mindig konfliktus lesz, mindig feszültség lesz, nem fogják teljesen érteni egymást. Több mint 40 éve hagyományos szakmát űz, de nem csak a fazekasság, mint mesterség követi a tradíciókat, hanem az egész életmódjában a hagyományok ápolását tartja szem előtt Judit. Azt gondolnák, hogy a kitaposott út
sokkal egyszerűbb választás, mint valami újat követni. A mai világban azonban ez is kihívást jelent. Ez az agyag, és akkor meggyúrom, és csinálok egy tálat. Kovács Judit a Móri Kastély fazekas műhelyében dolgozik éppen. A népi iparművész szinte minden napját itt tölti. Mint mondja, imádja a mesterségét, bár a kezdetek viszonylag nehezen indultak. 1980-ba kerültem Móra, és akkor kezdtem el a kerámia szakkörbe járni. És tulajdonképpen mindig is érdekeltek a kézműves dolgok, de nem tudtam, hogy kezdjem el, mit csináljak, engem inkább a szövés érdekelt. És mivel itt kerámia szakkör volt, hát oda mentem. A szövést azonban Kovács Judit nem hagyta abba. Egy ideig párhuzamosan végezte a két mesterséget, aztán kénytelen volt választani. Nagy szerelem volt a szövés, a kerámia meg nagyon nagy küzdelem volt. És én végül is a küzdelmet választottam. És nem bántam meg, de persze azért a szövést se hagytam abba, csak nagyon vissza kellett fogni. Megtanulni nagyon sok idő és türelem kell hozzá, és ez a legtöbb ember nem csinálja. Vannak nálam sokkal tehetségesebbek, de hogyha nincs elég türelmük, akkor abba hagyják. Nekem meg valahogy úgy éreztem, hogy ezt szeretem csinálni. Azon kívül itt van ez a műhely, ami annyira vonzott, hogy már csak ezért is itt maradtam, hogy ide járhassak, itt lehessek. Ez egy tál lesz. A mesterség adta kihívások mellett Kovács Juditot a műhely épülete is vonzotta erre a pályára. A kastély egykori kútházának kialakításában ő maga is részt vett. Ez a műhely a kastélynak a kútháza volt. És hát teljesen romokban állt, amikor Nagy Benedek kitalálta, hogy ebből egy műhelyt kéne, kerámia műhelyt kéne készíteni. És amikor én ide kerültem Móra, akkor már nagyjából elkészült, de a tetőcserepek föladásában már én is segítkeztem. Tehát maga az épületnél is már benne van a kezem munkája. Kovács Judit nem csak a tetőcserepeket adogatta fel a mesterembereknek, munkája nélkül az egyedülálló cserépkályha sem készülhetett volna el. 2 év alatt készült el. Volt egy nyári tábor, ami 2 hetes volt, amikor nagyon sok ember dolgozott rajta, viszont hát az még mindig nagyon kevés, mert hogy ez a kályha, ez tulajdonképpen 3 kályhányi csempéből áll. A korongozást azt 4-en csináltuk, és hát én meg tudom mondani, hogy melyik kályha csempét ki csinálta. Boldogság meg hozzám bűni az még jobban. Az igazi nehézség ebbe a kályhába az volt, hogy nem kerek vagy szögletes, mert annak már megvan a módja, az útja, hogy hogyan kell csinálni, és csupa egyforma peremekből áll. Itt viszont, mivel ovális a kályha, itt ki kellett szerkeszteni az oválist, 3 peremrészt, és akkor azokról mindegyikről gipszformát csinálni, és utána kipréselni. Tehát 2 évig dolgoztunk rajta, mire elkészült. Kovács Judit ma is készít ehhez hasonló úgynevezett szemes kályhákat, emellett pedig legszívesebben használati tárgyakat alkot. Használati tárgyakat készítek, étkészleteket, bögréket, de
Hát ha olyan megrendelés van, akkor mást is néha megpróbálok. De most éppen ami érdekel, hogy minél nagyobb edényeket, ilyen kerti cserepeket, vagy díszedényeket, ez most egy új kihívás, hogy én ilyen kicsi vagyok, de hogy az edényeim meg nagyok és szépek legyenek. Kovács Judit számára a legfontosabb a hagyományok ápolása, mint ezt a népi iparművész mondja, úgy éli az egész életét, hogy tiszteletben tartsa ősei hagyományait, és a munkájában is erre fókuszál. Talán a legfontosabb. A házam, ahol lakom, az a dédszüleim háza volt, és igyekszem, hogy az úgy olyan állapotban és olyan kinézetre tartsam meg, amilyennek ők nekem adták, bár hát nyilván a 150 éves ház, és egy csomó átépítés történt. De ahogy én a nagymamámtól átvettem, szeretném úgy megtartani. A kerámiában is a formák, amiket használok, hát ezeket már az ősemberek is használták, ami praktikus és szép, az a legfontosabb. Kovács Judit jelenleg első önálló kiállítására készül. Alkotásai a Móri Bornapokon egy fazekas találkozó keretében lesznek kiállítva. Fölkértek, hogy csináljak egy kiállítást a Lambert kastélyba bornapkor, ha lesznek bornapok, akkor lesz kiállítás is. Egy fazekas találkozót akarnak, országos fazekas találkozót, konferenciát, és annak lenne a része, hogy egy kiállítás, ahol az egyik termet, azt én, ott az én munkáim lennének, a másik teremben meg a fazekas Ferenc Nádudvari fazekasnak, aki fekete kerámiát csinál. Tehát a kettő nem üti egymást, hanem inkább kiegészíti, mert az enyém meg színesek, az övé fekete. Dia eredetileg egészségügyi dolgozó volt, majd hirtelen úgy döntött, vállalkozóvá válik. Miután felégetett maga mögött mindent, a tudást magával vitte, és végül ez lett sikerének kulcsa. Nem gondoltad komolyan. Jobb. A pandémia miatt most csak anya és lánya edz éppen az egyik fehérvári teremben. A sportolást most csak a mi kedvünkért imitálja a páros, azonban életük meghatározó része a folyamatos mozgás és persze a megújulás. Figyelj arra, mert inogni fog a labda. Tényleg? Vas Diana az első István középiskolában kereskedelem és marketing szakon érettségizett, majd éles váltással egészségügyi főiskolára jelentkezett. Úgy gondoltam, bár az osztályfőnököm, aki a testnevelőtanárom volt, azt mondta, hogy menjek mindenféleképpen sporttagozatra tovább, ugye valamilyen ilyen irányú iskolába. Én hát akkoriban még nagyon ellenkeztem, és mindenféleképpen szülésznő szerettem volna lenni, így az egészségügyi irányba mentem tovább, és egészségügyi főiskolára mentem. Az egészségügy mégsem lett mellékvágány Dia életében. Nagyon sok tapasztalatot tudtam ott szerezni, amit aztán még tényleg a sportnál kötöttem ki, hogy annó az osztályfőnököm megjósolta, viszont nagyon sok mindent tudtam ott tanulni, és az egészségügyet nagyon szépen bele tudtam építeni a sport életbe. Az ember folyamatosan változik is, ahogy idősödik és nő fel, ugye más lesz a szemlélete az életről, és folyamatosan megújulunk és követjük az ösztöneinket, hogy mi a legjobb nekünk. Dia éveken át egy belgyógyász szakorvos mellett dolgozott magánpraxisban, és mint mondja, nagyon hálás ezért az időszakért. Rájöttem arra, hogy nagyon szeretek embereknek segíteni, viszont ezt sokkal jobban és sokkal több embernek tudnék úgy segíteni, hogyha saját vállalkozáson belül csinálnám. És akkor összeraktam, szerencsére belgyógyászaton dolgoztam legutóbb magánklinikám,
És ott a táplálkozásról nagyon sokat tanulhattam, emésztés zavarokról, különböző ételintoleranciákról, és ekkor kezdtem el gondolkodni, hogy hogy tudnám ezt a saját városomban édesanyámmal együtt űzni, és ugye adott volt, mert ugye 20-22 éves sportoktató. Vasdia nem időzött sokat az egészségügyben, a megújulást választotta ismét. Hogy lehetne ezt mégis úgy összegyúrni, hogy ne a salang legyen az, hogy most csak a táplálkozás, vagy csak a sport, hanem az egész embert egy egészként látni, és nem külön szedni a dolgokat, hanem is szépen összegyúrni ezt a két ágazatot, és akkor egyénre szabottan tudni az embereknek úgy az életmódváltást megtanítani, hogy egy folyamaton keresztül tudjanak menni, és ne csak egy diétát, ne csak egy sportot lássanak az emberek, hanem ezt az egész életmódba bele tudjanak szeretni, és életvitelszerűen tudják maguknak tovább vinni és folytatni. Dia kilépett a munkahelyéről, és édesanyjával elindították közös vállalkozásukat, közben pedig új végzettségeket, sportoktatói és táplálkozási szakértői oklevelet is szerzett. Akkor elkezdtük ezeket a programokat vinni először, nagyon vártuk a visszajelzéseket, hogy mik lesznek a visszajelzések, hogy át tudjuk-e adni azt az embereknek, amik bennünk van ezzel kapcsolatban, de az a tapasztalatom, hogy teljes mértékben sikerült, és nagyon szeretik, és folyamatosan jönnek oda hozzánk, hogy lehet az, hogy ti állandóan valami újat tudtok kitalálni, mindig meg tudtok újulni, és sose unjátok meg ezt az egészet. És mondtam, hogy pont ezért, mert hogy tényleg tudjuk azt, hogy mindig kell valami új. Dia sosem dől hátra. Azt vallja, a változásokra, a személyiségfejlődés tekintetében szükség van, hiszen ezáltal válhat valaki sikeres és boldog emberré. A legnagyobb változásokat ilyen 25-26 éves koromban éreztem magamon, hogy nagyon kis hebrencs voltam, lényeg nagyon kis kapkodó, ide-oda ugráltam, hogy mit akarok, mit csináljak, hogyan csináljam, de hogy mindig jött valami olyan külső inger, ami változásra kényszerített. Jött egy életszituáció, és ezt meg kellett oldani, és mellette folyamatosan fejlődött az én személyiségem, és mindig egy változáson mentem keresztül, mindig meg tudtam újulni, tudtam alkalmazkodni az új körülményekhez, és ezáltal úgy érzem, hogy helyt tudtam állni ezekben a bizonyos szituációkban. Rám telnek ezek a lehetőségek. Rólam azt lehet tudni, nagyon nem szeretem monoton dolgokat, sem edzésben, sem táplálkozásban, sem semmiben, és szerintem ez az élet hozza mindig elém, hogyha már picikét valamiben kicsit szenvedősnek érzem a szituációt, tehát már túl régóta tart, egyszerűen mindig vagy úgy alakul, hogy tudok kicsit változtatni a dolgokon, vagy pedig teljesen egy új dolgokba kell belekezdenem, ami egy nagyon nagy változást hoz az életemben. Egyik lassabban. A folyamatos megújulás nem mindig egyszerű, Dia szerint sem, de a kockázatvállalás eddig mindig bejött neki. Nehézséget aztán az adja, hogy hirtelen kell sokszor nehéz döntéseket hozni, abszolút úgy gondolom, és ugye ehhez alkalmazkodni kell. És valamikor van ez a folyamat, amikor a személyiségünk még nem tart ott, hogy ezt a változást jól tudja kezelni, de muszáj változtatni, különben biztos összeomlik a rendszer. A változás az mindig jó és kötelező, és egy olyan dolog az életben, aminélkül szerintem nem tudnak működni, különben egy mókuskájába kerülnénk bele. Dia úgy véli, a cél eléréséig megtett úton való küzdelem mindig megéri a harcot. A változások azért éri meg az életben, és az a legjobb benne, hogy mindig újabb és újabb célokat tudunk átalakítani magunk elé, és tudjuk azt, hogy erre is és arra is képesek vagyunk. Köszönjük a figyelmüket, ez csak egy állomás volt a sok közül. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!